Alvári Mira vagyok, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának első éves jogász hallgatója. Dávidházi Dániel vagyok, másodéves jogász hallgató. Cserba Lajos Levente vagyok, negyedéves joghallgató vagyok. Rembecki Ádám Bence vagyok, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának másodéves jogász hallgatója. Én leginkább a Miskolci Egyetemre szerettem volna jönni, egyrészt a közössége miatt is, másrészt nekem nagyon tetszik az egyetem, a kampusz, a képzésről is úgy gondoltam, hogy ez az a hely, ami a legjobban felkészít majd engem a jogi pályára. Itt foglalkoznak a diákokkal. Legyen szó elsőéves vagy negyedéves joghallgatóról, szinte teljesen mindegy, ha látják rajtad, hogy érdekel a téma, meg terület, akkor nagyon készségesen állnak a rendelkezésedre, és nagyon szívesen segítenek, bármilyen kérdésed van. Gólyatáborról szeretnék felidézni egy emléket, amikor leültem most már hagyományőrző keresztapámmal arról beszélgetni, hogy mit is tud majd nekem nyújtani a Miskolc Egyetem. Akkor még féltem. Én nem tudtam, hogy életem legjobb döntését hoztam meg, vagy a legrosszabbat, de hosszas beszélgetés után azzal a mondattal zártam, amit már azóta nagyon sokaktól hallottam, hogy életed legjobb döntését hoztad meg. Ebben most már 100%-ig biztos vagyok. Voltam a gólyabálon, a gólyatáborban is, igyekszem minél több egyetemi programban is részt venni. Nyilván sokat kell tanulni, vannak nehezebb tárgyak, vannak unalmasabb részei, de ezt igazából tudtam, számítottam rá. Fél évenként akár ténylegesen több százezer forintot össze lehet szedni különböző ösztöndiakkor. Nem kell ténylegesen neked lenni a top 1-nek, hanem elegendő az is, ha érdekel a téma, oda teszed magad, és egy bizonyos szintet azért tartasz. Már gimnáziumban is érdeklődtem a jogi pálya iránt, meg a történelmet is nagyon szerettem, főleg az alkotmánytörténeti részeknél éreztem azt, hogy én ezzel szeretnék még jobban foglalkozni. Már két kollégiumot is ki tudtam próbálni a Miskolc Egyetemen. Az első az Eper 1-es kollégium volt, ami egy kicsit kötetlenebb. Ott azért volt zene, volt lehetőség arra, hogy bulizzunk, kikapcsolódjunk, de a tanulásnak sem vált ez hátrányára, mert el lehetett vonulni csendes zugokba ahhoz, hogy felkészüljünk vizsgáinkra, az EH-inkra. Most az Uni Hotelbe szálltunk meg barátnőmmel, ami külön pluszpont, hogy erre lehetőséget adtak, és ott azt kell mondanom, hogy az maga a zen, a nyugodtság, a béke szigete. Az első fél év, ami egy kicsit fura, hogy ott rákérni, hogy mivel is foglalkozunk, mit is tanulunk, de utána megszokja az ember, nyilván belekérni az egyetemi életbe is, szóval én örülök, hogy végül idejöttem.